100 éve született a Győri Kórház legendás hírű baleseti sebésze, dr. Patkós Imre, akire konferencián emlékeztek meg egykori pályatársai és mai követői. Dr. Tamás László János, a Petszaladár Kórház főigazgató főorvosa nyitó beszédében kiemelte, hogy Patkós Imre 42 éven át dolgozott az intézményben, szakmai tudása kiemelkedő volt, és mindemellett rendkívüli tudatosság, pontosság és mély emberség jellemezte. Dr. Király Géza kézsebész főorvos ismertette az emlékülésen a győri balesetsebészet megteremtőjének életútját, és összegzésképpen megállapította, hogy Patkós főorvos gyorsan, biztosan és kíméletesen látta el a betegeket, mi több azt vallotta, hogy nem elég a törött csontokat helyretenni, a lelket is gyógyítani kell. Dr. Renner Antal professzor, aki az Országos Traumatológiai Intézet igazgatója volt hosszú éveken át, előadásában a balesetsebészet magyarországi hálózatának kialakulását ismertette, és kiemelte, hogy Patkós Imre volt az első, aki a sebészeti osztályról leváló önálló balesetsebészeti részleget vezette a Győri Kórházban, mintát teremtve ezzel más hazai kórházak számára. A győri balesetsebészeti ellátás 1958 óta rendkívül nagyívű fejlődésen ment át, és ebben jelentős szerepe volt a mentés gyorsaságának, a diagnosztika fejlődésének és a rehabilitáció térnyerésének, mondta dr. Balogh Péter, a kórház baleseti sebészeti osztályának vezetője, majd ezt követően a sebészeti beavatkozások speciális ágainak kiépülését ismertette. Az ünnepségen jelen volt Patkós Miklós, dr. Patkós Imre fia, aki évekkel ezelőtt díjat is alapított édesapja emlékére, a legkiválóbb baleseti sebészek elismerésére. Milyen érzés a Patkós család számára ez a mai emlékülés, és milyen gondolatokat vett fel? Ez egy nagyon nagy öröm számunkra és családom számára, hiszen édesapám már 22 éve meghalt, és 59 évvel ezelőtt alapította Győrben a baleseti sebészetet, és ez egy óriási dolog, hogy ennyi évvel a halála után is még sok embert érdekel az ő története, az ő sorsa, az ő személyisége. A családunk összetartó erejét azt képezi, hogy ő személyiségére épült fel tulajdonképpen a családunk, és egy példakép a gyermekeinek és az unokáinak és mindenkinek a családban. Milyen habitusú ember volt az édesapja? Édesapám egy nagyon határozott egyéniség volt, és nagyon szigorú volt, de ez a szigorúsága mindig egy cél érdekébe történt, hogy itt a dolgok a lehető legjobban menjenek. Ezért megpróbált egy csapatot építeni maga köré, és ezekkel az emberektől nagy fegyelmet várt el, és a munka eredménye igazolta, hogy az ő egyénisége, az ő elképzelései helyesek voltak. Mennyire vitte haza az édesapja a kórházi történeteket? Mit érzett ebből a család? Keveset beszélt erről. Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor hazaért a kórházból, akkor volt egy fotel, ahol anyámmal kávéztak délután, és utána ő egyedül ült a fotelba, és gondolkodott azokon a dolgokon, amik a nap során történtek, és azokon, hogy mit, hogyan kellene megoldani. Volt egy latin közmondás, amit én most csak magyarul tudok elmondani, az volt a lényege, hogy bármit teszel, okosan tedd, és utána nézd meg, mi lett az eredmény, és a következő lépésedet ennek megfelelően tedd. Ez egy olyan alapelv, ami a gyógyászatban, de mondhatom az én személyes történetemben, a mérnöki munkában is, ez csak így lehetséges, ahogy ezt elképzeltem.